Továbbra is látogatási tilalom van érvényben a Szent János kórházban. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy a már kórházban lévő páciensek minél inkább védve legyenek a fertőzés veszélytől. A korlátozás az összes osztályra érvényes, de egyes esetek kivételt jelentenek. Így például az apák is jelen lehetnek a szüléseknél, és a gyerekeket is elkísérheti egy hozzátartozójuk. Emellett pedig a szakrendelések is zavartalanul működnek. A szakrendeléseket továbbra is teljes kapacitással üzemeltetjük, ugyanazokkal a szabályokkal, amikkel eddig, tehát telefonos bejelentkezés alapján lehet jönni hozzánk. Biztatnék is mindenkit, hogy amíg még korlátozások nincsenek és időpontot kaptak, azzal éljenek. Kórházi fertőződés, kórházi járvány nincsen. Egyébként tavasszal sem fordult elő járóbetegellátás keretében egyetlen fertőzés sem, tehát ettől külön tartani nem kell. A járványügyi szabályokat kell betartani, tehát maszkban kell várakozni, és lehetőleg, ahol erre lehetőség van, távolságot tartani a betegtársainktól. Jelenleg a Szent János Kórház az egyik olyan intézmény, ahol egész Közép-Magyarországról fogadják azokat a betegeket, akiknél fennáll a koronavírus fertőzés gyanúja. A járvány első hullámához viszonyítva most kevésbé súlyos esetekre számítanak a szakemberek, mondta el a főigazgató. A tiszti főorvosasszony is ezt megerősítette, hogy leginkább a fiatal, középkorú generációban terjed a vírus. Szerencsére a tavasszal ellentétben egyelőre nem látjuk azt, hogy a súlyos légzőszervi tünetekkel járó állapotok megszaporodtak volna, semmi se a másik két nagy centrum nem tapasztalja. Tehát logikusan következik ebből, hogy szerencsére most az igazán veszélyeztetett csoportok, az idősebb generáció és a krónikus betegséggel élők sokkal kevésbé érintettek, mint tavasszal. Dr. Takács Péter hozzátette, a János Kórház területén a tavaszi hónapokhoz hasonlóan akár napokon belül újra növelni tudják a koronavírusos betegek ellátásához szükséges kapacitásokat. Amennyiben pedig újra szükség lesz rá, a belgyógyászati, valamint a műtővel és lélegeztetési kapacitással rendelkező ortopédiai épületeket is fel tudják majd szabadítani a koronavírusos betegek számára. Nem csak ezen a budapesti építkezésen volt nagy a mozgás, de az egész ingatlan piacot is egyfajta átrendeződés jellemezte az elmúlt időszakban. Évente 20-25%-kal emelkedtek az árak. Most egy fővárosi lakásért csak nem dupláját kell fizetni, mint 5-6 éve. Éppen ezért, aki jobb állapotú vagy nagyobb lakásba, házba akart költözni, annak a külső kerületekben vagy az agglomerációban kellett keresnie. Tavaly mintegy 40 ezeren találtak új otthont Budapest határán kívül, aminek következtében csökkent a város lakossága. A számok nyelvére ez a lefordítva ez azt jelenti, hogy Budapest összlakossága a költözések következtében 6000 fővel csökkent, viszont a fővárosból majdnem 40 ezer ember költözött ki Pest megyébe, vagyis az agglomerációs övezetekbe. Ezek 2019-es adatok, és hogyha 2018-assal hasonlítjuk ezeket össze, akkor azt mondhatjuk, hogy 25 ezeren voltak azok, akik Budapestről kiköltöztek Pest megyébe, tehát majdnem megduplázódott ezeknek az embereknek a száma. A kerületeken belül lakóhelyet váltók száma meghaladta a 46 ezret, Budapesten pedig több mint 61 ezer ember költözött át másik kerületbe. A főváros határán belül jelenleg az 5. kerület számít a legdrágábbnak, itt az átlagos négyzetméter ár 1,2 millió forint, a legolcsóbb pedig a 21. és a 23. kerület 460-470 ezer forintos négyzetméter árral. A szakértő szerint a közeljövőben akár olcsóbbak is lehetnek az ingatlanok. Ahogy beköszöntött a járvány Magyarországra, és elmaradtak a külföldi turisták, rengeteg lakás állt üresen, hiszen nagyon sok ingatlant rövid távra adtak ki a tulajdonosok, nagyon nagy volt a befektetői lakásvásárlások aránya a korábbi években, ezért most ezeknek az ingatlanoknak a jövedelemtermelő képessége is csökkent. Márpedig, hogyha kevesebb hozamot biztosít egy ingatlan, kevesebb jövedelmet tud megteremteni a tulajdonosa számára, akkor az ingatlanoknak az értéke is csökken ennek következtében, márpedig, hogyha a belvárosi jelenlegi legdrágább ingatlanoknak az ára csökken, az kigyűrűzhet a külső kerületekbe is. A járvány egyébként a kiköltözési hullámot is gyorsíthatja.